Felfüggesztik a kiárási tilalmat december 24-éről december 25-ére virradó éjszaka. Így döntött a kormány. Ez azt jelenti, hogy 24-én este 8 óra és 25-én reggel 5 óra között ki lehet menni az utcára, el lehet menni otthonról. A családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb 10-en vehetnek részt. Ebbe a számba azonban a gyerekek nem számítanak bele. Az emberek egy része meglepődött a szabályok átmeneti enyhítésén, és nem tervezik, hogy emiatt változtatnának a karácsonyi programon, és több helyre mennének el, több rokont látogatnának meg. Igazából szerintem amúgy sem lettünk volna többen, szóval öten lettünk volna így is úgy is. Remélem, hogy a vírussal is megbeszélték. Valószínű. Hát nem tudom, reméljük, hogy nem lesz semmi, hogy tényleg... Ez azért befolyásolt, hogy hogyan töltik a szentestét? Nem. Más azt mondja, üdvözli, hogy szenteste nem lesz kijárási korlátozás, de örült volna, ha ez szilveszterre is vonatkozott volna. Nem örültem neki. Miért? Mert én majd utazok szilveszterre a másik családomhoz, apához, és ott azért hát szűk családi, ott is szűk családi körbe lesz. Nem tudok kimenni így ünnepelni. A nagy családdal rendelkezők azt mondják, indokolt volt, hogy felfüggesztették a kijárási korlátozást, ha csak egy estére is. Így szenteste kimozdulhatnak az emberek, meglátogathatják egymást. Nagy örülünk neki, és várjuk már, hogy még jobban enyhítsenek a dolgokon, hogy még többet lehessünk kint szabadba a gyerekekkel. Hát most együtt fogjuk tölteni a karácsonyt. Müller Cecília, országos tiszti főorvos kijelentette, ez nem azt jelenti, hogy enyhítenek a szabályokon, és felhívta a figyelmet, hogy a december 24-i könnyítés mellett a járványügyi éberséget továbbra is fent kell tartani. Nagyon kérem, hogy vigyázzunk továbbra is egymásra. Ez nem jelent lazítást, ez egy lehetőséget jelent, amivel élnünk kell, úgy, hogy a biztonságot megtartsuk. A kijárási korlátozás felfüggesztése csak egy estére szól. A korábbi döntés értelmében a korlátozás hatályban marad legalább január 11-éig. A jelenlegi állás szerint szilveszter sem lesz ez alól kivétel.